Augusztus 12-e a Nemzetközi Ifjúsági Nap. Immár 20 éve annak, hogy az ENSZ ezt a nyári napot választotta a fiatalság világnapjául. Délelőtt táncos flashmob indította az ünneplést a főutcában, a Mátyás király emlékműnél. Nálunk Fehérváron kicsit egybemosódik a fiatalok napja a királyi napokkal, ahogy arról Cser Palkovics András polgármester is szólt a délelőtti köszöntő beszédében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az ENSZ nagyon bölcs döntést hozott, hogy a királyi napok egyik rendezvényeként találta ki a világnapot az ifjúság tekintetében, hiszen minden évben augusztus 12-e az beleesik ebbe a királyi napok rendezvény dömpingbe. A viccet félretéve viszont külön szeretném megköszönni a rengeteg fiatalnak, aki segít bennünket ebben a másfél hétben is, hiszen rengeteg önkéntessel dolgozunk, és az önkéntesek nagyon jelentős része egyébként fiatal. Az ifjúsághoz tartozik diákja valamelyik városi iskolának vagy egyetemnek, és bízunk benne, hogy őket is a jövőben meg fogjuk tudni szólítani. Ugyanúgy, ahogy a diák tanács rendszerével nagyon örülünk annak, hogy szinte most már hagyományos, hogy az országos diákparlament itt kerül megrendezésre, és a Fehérvár hangjával, ugyanúgy, mint a Fehérvár táncosával, a versünneppel, az új nemzedék központtal együtt is igyekszünk minél több fiatalt bevonni, nem csak a mindennapok program szintjébe is, hanem abban is, hogy hogyan alakuljon a város sorsa, hiszen értük is fejlesztjük, ez pedig elképzelhetetlen nélkülük. A polgármester után az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, dr. Illés Boglárka beszélt arról, hogy milyen kérdések, milyen problémák foglalkoztatják a fiatalokat, és hogy a kormány mi mindenben segíti őket. Manapság is vannak olyan kihívások, amelyek a fiatalok előtt állnak. Ezek a kihívások jelentik a fiatalok biztonságát, a fiatalok biztonságos jövőjét, jövőképét, az egzisztenciális biztonságot, a fiatalok életkezdését és a fiatalok család alapítását, hiszen azt látjuk, hogy a fiatalok családban képzelik el a jövőjüket, a fiataloknak több mint kétharmada Magyarországon képzeli el a jövőjét, és mi abban kívánunk nekik segíteni, hogy ezeket a terveket ők valóban meg tudják valósítani. És miben tudunk segíteni a fiataloknak? A fiataloknak segítünk abban, hogy a továbbtanulásuk előtt minden akadály az elháruljon, és minden lehetőséget megkapjanak. Segítünk nekik az életkezdésben, segítünk nekik olyan támogatásokban, amely mind az egzisztenciális biztonság, mind az otthonteremtésben tudnak nekik segítséget jelenteni és támogatást nyújtani, és segítünk a fiataloknak a családalapításban is. Amikor a tanulásról vagy a továbbtanulásról beszélünk, akkor láthatjuk, hogy mind a nyelvvizsgadíj visszatérítéssel, mind a KRESZ tanfolyam, mind a KRESZ vizsgadíj visszatérítéssel már több mint 75 000 fiatal él, és ez 2 milliárdos támogatást jelent. De amikor erről beszélünk, akkor fontos megemlítenem a 2x2 hetes nyelvi tanfolyamat, amelyet külföldön tölthetnek el a fiatalok. Ez több mint 140 000 fiatalt érint a jövő évtől kezdve, és erre a magyar kormány 90 milliárd forintot fordít a jövő évtől. De ugyanígy fontosnak tartom azt is kiemelni és kihangsúlyozni, hogy az egzisztenciális biztonság megteremtésében is minden lehetőséget, segítséget megkívánunk adni a fiataloknak, hiszen az ifjúsági garancia programon keresztül már több mint 140 000 fiatal tudott élni azzal a lehetőséggel, hogy vagy továbbképezze magát, vagy valamilyen gyakornoki programban elhelyezkedjen, vagy segítséget kapjon a munkavállalásban, vagy az első önálló munkahelyen való elhelyezkedésben. A köszöntők után rátértünk a legeslegkonkrétabb ügyekre. Molnár Tamás ifjúsági tanácsnokkal elsősorban arról beszélgettünk, hogy milyen munkavállalási kérdésekkel néznek szembe a fiatalok Fehérváron és környékén. Az egész királyi napok olyan fiatalos, dinamikus rendezvény, ami az ifjúságnak, az itt élő székesfehérvári fiataloknak programot nyújthat, szórakozást nyújthat. Főleg úgy, hogy egyébként alapvetően az elmúlt években már folyamatosan bevonjuk őket ennek a programnak a szervezésébe is. Polgármester úr mindig megkérdezi, mindig egy szavazást indít arról, hogy milyen zenekarok legyenek azok, akik fellépnek a királyi napok keretében. Így próbálunk az idősebb, régebb óta fiatal korosztálynak nyújtani egy kis szórakozási lehetőséget, és szeretnénk a fiataloknak is lehetőséget nyújtani a szórakozásban, hiszen sokszor mi magunk sem tudjuk már, hogy mik azok a zenekarok, amik az ő köreikben trendik. Kik az érintettek? Egészen pontosan az ENSZ meghatározása szerint kik az ifjúság? Ennek egy ilyen nagyon durva szociológiai exakt meghatározása van. A ifjúságot szociológiailag a 14-29 éves korosztály az, ami a szociológia behatárolja. Én azt gondolom, hogy az ifjúság meghatározása az mindenkinek a saját maga meghatározása lehet, hiszen mindenki, aki úgy érzi magát, hogy fiatal, dinamikus és abban a programban, környezetben jól érzi magát, ahol fiatalok vannak, akkor ő már fiatal, de
szigorúan mi, amikor azt gondoljuk, hogy fiatalokról beszélünk itt a városban, és amikor megkérdezzük őket, akkor mindig alapvetően ezt a 12-22-25 éves korosztályt értjük, azokat a fiatalok, akik még valamilyen közintézménybe, felsőoktatási intézménybe járnak tanulni, vagy éppen most léptek ki az iskolák falai közül, és kezdő munkaerőként léptek a piacra, munkaerőpiacra, tehát mi őket tekintjük itt a városban fiataloknak, hiszen az ő programjaik, az ő szórakozási lehetőségeik már olyan más szubkultúrában rendeződnek, amit mi sokszor öregebbek már nem értünk, ezért szoktuk őket megkérdezni, és ezért kérdezzük továbbra is a véleményüket arról, hogy milyen programokat szervezünk itt Székesfehérváron. Mik most a legfontosabb kérdések, amik az fiatalokat érintik? Alapvetően 2 éve készült egy nagy kutatás Székesfehérváron. Ez tényleg egy nagyon nagy reprezentatív kutatás, hiszen 8000 fővel készült Székesfehérvár közoktatási intézményeiben. Kérdeztük az összes Fehérváron tanuló fiatalt, úgyhogy ez nem csak a fehérváriakról, hanem a Fehérvár környékén élő, agglomerációban élő fiatalokról is szól. És ott megkérdeztük őket arról, hogy mi az ő jelenlegi problémájuk, mi a jövőképük, mik azok a kérdések, amik bennük motoszkálnak, és jól látjuk azt, hogy alapvetően az egyik legfontosabb kérdés bennük az a jövőjükkel kapcsolatban az egzisztencia teremtés és a munkaerőpiacnak a kérdése, hogy hogyan tudnak helyt állni majd a munkaerőpiacon, de már teljesen más az ő kérdéseik, más az ő elvárásaik a munkaerőpiacsal szemben, tehát ők nem attól félnek, hogy nem lesznek munkájuk, hanem attól félnek, vagy azért küzdenek, hogy a lehető legjobb munkájuk legyen, tehát ők sokkal kevésbé ragadnak meg egy munkahelyen egy időre, hanem sokszor váltanak, és hogyha úgy érzik, hogy valami nem stimmel az ő munkakörülmények között, akkor ezt nagyon gyors váltással meg tudják oldani. Tehát számukra a legnagyobb kérdés az, hogy megfelelő iskolázottsággal, amit az iskolából kilépne, tudnak-e majd olyan munkát találni, ami számukra megfelelő. Abban nincs kérdés számukra egyébként, hogy találnak munkát, ez jól látható is a munkaerőpiacon, hiszen a fiataloknak a munkaerő lehetősége az adott, tehát a munkanélküliségi ráta olyan pici, hogy a fiataloknak van lehetőség munkát találni. Inkább az a kérdés bennük, hogy találnak-e olyan munkát, ami megfelel az ő elvárásainak. Hát ez már egy picit nehezebb kérdés, hiszen mindenkinek más-más az elvárása ezzel kapcsolatban. Illetve nagyon fontos a szórakozási lehetőségeiknek a kérdése. Nagyon foglalkoztatja őket az, hogy hogyan tudnak szórakozni Székesfehérváron, és alapvetően jól látszik, hogy elégedetlenek mondjuk a szórakozóhelyek felhozatalával, szeretnének több szórakozóhelyet, szeretnének olyan szórakozóhelyet, ahol kicsit kulturáltabban tudnak szórakozni, van igényük arra, hogy kulturáltabb szórakozási lehetőségeket nyújtsanak nekik, akár a szolgáltatók, akár pedig a város, hiszen a Petőfi kultúrt tanszékkel pont ezt az űrt szerettük volna kitölteni, hogy egy olyan város által támogatott szórakozóhelyen tudjanak szórakozni, ahol biztonságban és megfelelő körülmények között tudnak hétvégén mondjuk kiszabadulni, egy kis gőzt kiereszteni. Kicsit visszatérve a komolyabb témához, a munkavállaláshoz, mit kell ahhoz tenniük a fiataloknak, hogy a számukra lehető legjobb munkát találják meg? Alapvetően ugye az iskolából kilépve most egy olyan piacra lépnek a fiatalok, ahol rengeteg lehetőség van. Azt látjuk, hogy a legkomolyabb probléma a saját önmeghatározásukban van, hiszen nem tudják azt, hogy merre induljanak. Ugye a pályorientáció szerepe itt nagyon fontos, hiszen míg régen mondjuk általános iskola 8. osztályban el kellett dönteni, hogy körülbelül merre indulunk, a mai fiatalok sokszor szakközépiskola érettségi után nem tudják azt, hogy merre induljanak felsőoktatásban, és sokszor mondjuk szülők vagy a környezet hatására indulnak el egy irányba, ami lehet, hogy a felsőoktatás első évben kiderül, hogy ez hoppá, nem biztos, hogy a legjobb út nekem, mert mondjuk alapvetően egy reál irányba indultam, pedig egy humán érdeklődésű fiatal vagyok. Nagyon sokat látjuk azt, hogy sokan váltanak iskolát, intézményt a felsőoktatás első 2 évében. Az azt jelenti, hogy meggondolták magukat, nem tetszik nekik az, amit tanulnak. Ebben viszont nagyon nagy felelősségünk van, hiszen a pályaorientáció lehetőségével lehet, hogy ezt meg tudjuk ugorni, ezt a problémát, és a fiatalok egyből olyan irányba tudnak elmenni, ami mondjuk számukra megfelelő. Ebben segít a Székesfehérvár pályorientációs program, ami minden középiskolában egy képzett pedagógus által egy nagyon komoly Székesfehérvár és a Székesfehérvári szakképzési centrummal közösen fejlesztett program, aminek a keretében a fiatal a egyéni tanácsadás keretén belül tud meg többet arról, hogy mi az a jövő, mi az az munka, ami számára megfelelő lehet. Tehát jól értem, akkor az elvesztegetett éveket igyekszik minimalizálni ez a program. Igen, az elvesztegetett évek az a munkaerőpiacról való kiesést is jelenti, hiszen 1-2 év elvesztegetett
idő a felsőoktatásban, az kitolja a fiatalnak a munkapiacra való kilépését, akár 25 éves koráig, és akkor már azért sokkal kevésbé dinamikus, sokkal kevésbé nyitottan áll hozzá ez a munkaerőpiachoz, tehát minél előbb ezeket az elvesztegetett éveket ki kell küszöbölni, ebben viszont tényleg ez a program tud segíteni, erre a gyerekek, a fiatalok be tudnak jelentkezni a saját iskolájukban, illetve hogyha nem az saját iskolájukba szeretnének, akkor van lehetőség civil szervezeteknél is, szerződött civil szervezeteknél elvégezni ezt a egyéni face-to-face tanácsadást, tehát nem zavarja őket senki, egy tanácsadó, egy diák, egy órát beszélgetnek, kitöltik a programot, és kapnak egy ilyen komoly képet arról, hogy mi is lehet az a jövő, mi lehet az az irány, ami a fiatalnak segíteni tud. Milyen arányban veszik ezt igénybe a fiatalok? Egyre jobban. Ugye alapvetően ennek is a legfontosabb, hogy az eljuttatása a fiatalokhoz. Minden programnál, minden ilyen lehetőségnél a legfontosabb az, hogy hogyan tudjuk eljutatni a fiatalokhoz. Ugye használjuk a Facebookot, Instagramot, tehát próbálunk minden úton eljutni a fiatalokhoz, de hát az iskolán keresztül is próbálunk eljutni hozzájuk és hirdetni ezeket a lehetőségeket. Szerencsére elmondhatjuk azt, hogy ez a program most már 2 éve elindult, és most már évről évre növekvő tendenciát mutat a résztvevő fiatalok száma, és most már több mint 5000 fiatal vett részt ebben a 2 év alatt. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy szám. Ha felszorozzuk azzal, hogy ez 5000-szer eltékozolt 2 év, akkor ez már 10000 évet jelent. Tehát 10000 évet megspóroltunk kvázi a fiatalok számára. Jól képzettek a fehérvári fiatalok? Alapvetően szerencsések vagyunk, hiszen a gazdasági környezetünknek köszönhetően Székesfehérvár ma Magyarország duális képzési központja. Tehát az azt jelenti, hogy az itteni multinacionális cégek, meglátva a munkaerőpiac kihívásait, egyből tudtak és csatlakoztak is ahhoz a duális képzési rendszerhez, amit a helyi felsőoktatási intézmények indítottak. Ennyi felsőoktatási duális képzés nincs ma egy helyen Magyarországon, mint Székesfehérváron, tehát mondhatjuk el, hogy ebben a fiataloknak a legnagyobb lehetősége itt Székesfehérváron van. Ez azt jelenti, hogy a fiatal a felsőoktatási intézménybe lépve mellette egy munkahelyet is választ, és ezen a munkahelyen, kvázi mint a régi szakmunkás rendszerben, a felsőoktatási tanulmányait is végzi, mellette pedig egy multinacionális cégnél végzi a munkáját bérért, fizetésért, és egyből ott helyszínen tanulja meg azok a tudnivalókat, amik a nagybetűs élethez, a munkához kapcsolódnak. Én azt gondolom, hogy ez a lehető legjobb belépés a munkaerőpiacra, és jó látni azt, hogy az a fiatal, aki megtalálja ezt a lehetőséget jól elsőben, mondjuk a felsőoktatásba lépve, az elvégezve a főiskolát, ott marad a munkahelyen, és egy nagyon komoly karrier tud befutni. Akkor a komolyabb témákat kicsit félretéve, mi történik itt most a sátorban, és egész nap mi fog itt történni? Alapvetően ma itt a sátorban az úgynevezett sátránál tanácsadással, személyiségtesztekkel, ilyen érintőleges pályaorientációval tudunk szolgálni a fiataloknak. Ez azt jelenti, hogy egy kis kezdcsinálót folytatunk. Megpróbáljuk azt a fiataloknak megmutatni, hogy mi az, amit, hogyha mondjuk az úgynevezett irodába, vagy az iskolákban a pedagógusokkal találkozva elindítanak és leülnek egy ilyen pályorientációs beszélgetés keretében, akkor mi az, ami fogja őket érinteni, mi az, amivel fognak találkozni, próbálunk kicsit kedvet csinálni ahhoz, hogy ők is tudatosabban tudjanak gondolkodni a saját jövőjükről. Székesfehérváron tehát biztató a helyzet, hiszen az elhangzottak szerint a fiataloknak nem az a legnagyobb nehézségük, hogy munkát szerezzenek, sokkal inkább az, hogy hogyan találják meg a számukra leginkább kedvező munkát és munkahelyet.